Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Gyászol a magyar sportvilág. Elhunyt Korondi Margit, az 1952-es Helsinki olimpia aranyérmes tornásza. Nagyon sajnáljuk. Vendégem pedig többek között erről is kell, hogy beszéljünk. Kül Lajos, a aranycsapat alapítvány elnöke. Szervusz. Szép napot kívánok, szeretettel üdvözlöm. Nos, hát az egyik témánk nyilvánvaló, hogy az a, ugye Helsinkiről beszélünk 1952-ről, amikor 16 arany, 10 ezüst és 16 bronzéremmel mindenütt legjobb szereplését ért el a magyar olimpiai csapat, amely az a Szovjetunió és az Egyesült Államok mögött ugye harmadik helyen végzett a nemzetek rangsorában. És jött egy gondolat, ugye először Budapest, sőt először Helsinkibe terveztétek. Jött egy gondolat, kérlek szépen, hogy az nem létezhet, hogy ilyen fantasztikus, hogy mondjam, eredményt, hát egyszerűen nem úgy ünneplünk meg, vagy egyáltalán nem ünnepeljük meg. Tehát ezek az emberek valójában semmiféle fajta komolyabb elismerést nem kaptak. Nem részesültek. Holott valami egészen kiemelkedő világsztárok is vannak közöttük. Hát hogyha csak a Puskásféle aranycsapatot, akkor kérem a Gyarmati Dezső, Kárpáti Gyurika, Markovics Kálmán fémjelezte a jó Isten tudja, hát vízilabda csapat. Akkor a Keleti Ági, akit abban az időben a világ legjobb tornásznője, Korondi Margittal együtt kérem. Ne felejtjük, négy aranyérmet nyert. Igen. Utána Melbourne-ben folytatása következett, még nyilvánvaló. Arról nem beszélve, hogy természetesen ott volt nekünk Pap Laci és a többiek. Hogyne. Takács Károly, stb. Egy zseniális történet volt. Csak még egy dolgot egyszerűen. Ez a legnagyobb történet. Úgy hívják ezt az úriembert, hogy Gerevi Csaladár. 1932-ben már olimpiai bajnok volt. 1910-es születésű. Tehát 1932-ben Los Angelesben olimpiai bajnok volt. Utána 36-ban is olimpiai bajnok volt, kérem Berlinben. Utána ugye kimaradt két olimpia, mi volt, a háború volt. Utána 48-ban Londonban olimpiai bajnok volt. 52-ben Helsinkiben olimpiai bajnok volt. 56-ban Melbourneben olimpiai bajnok volt. És 50 éves korában, kérem, 1960-ban szintén olimpiai bajnok. 7 olimpiai aranya, senki nem világbajnok az olimpiai bajnokok között. Így 7 van. Különböző olimpián, 7 arany. Ilyen nincsen. És ezt az embert nem ismerik. Így van, és tegyük hozzá, hogy egy olyan csapat volt, hogy Kovács Pál és Kárpáti Rudolf is egy zseniális vívó csapat volt. Úgy van. No, honnét jött a gondolat, hiszen tudjuk, hogy a 70. évfordulót ünnepeljük, hogy először Helsinkit keresitek meg, hogy... Kerestem meg. Tehát kipattant az agyamból, hogy ezek az emberek soha nem kaptak semmit. Már, nem tudom, iskolás koromban azt hiszem, hogy lehet, a 7-es vagy 8-as voltam, a kezembe került ez a Helsinki olimpia. 16 aranyérem, 10 ezüst, és 16, ahogy mondtad, kérlek szépen bronzérem. Hát ez egyszerűen valami egészen fantasztikus. Egy börtönvilágból kilépve. Itthon a 20. század legsötétebb periódusát. Még Rákosival, még ez az őrült Sztálinnak, kérem. És ilyen körülmény, ilyen hátországból, ilyen hinterlandból oda kimelve, kérem, az egy egész világot elkápráztattak. Hát ezt meséltem, hogy ezek után kezdtek el, mit tudom, Kuala Lumpurba térképeket lapozgatni, vagy ilyen is tudom, Ekvádorba, vagy Dél-Afrikai, kik ezek a magyarok bánatban? Tehát tényleg, hát harmadikak voltak a nem hivatalos pont versenyben, kérem. Az Amerikai Egyesült Államok akkor elindult Szovjetunió után. Óriási dolgok. És kik voltak ebben? Micsoda egyéniségek voltak. Milyen szupersztár, világsztárok voltak. Itt kérlek, világcsúcsa, például Csermák Jóska. A Jóste tapolcai kőfejtőből lett, kérlek szépen, olimpiai bajnok. Akkor után Puskásféle aranycsapat. Csak ott volt aranycsapat. Tehát csak ott szereztek aranyérmet. Hála magasságos Úristennek. Akkor kérem, ott voltak a paplaciék, ott volt Pap Laci, ott voltak a tornászok, ott voltak a székelyéveik, az úszók, ott volt az ötös a csapat, akkor ott volt a karcsapat. Tehát a karcsa, az első három magyar lett. Igen. Kovács Pál, Gerevi Csaladár és Bercel. Igen. Hát fantasztikus. No, tehát ez termény. Hogy ezek nem kaptak. Hát mondja, ez nem lehetséges. És akkor volt, valamit kell csinálni. És akkor kapóra jött, 2 évvel ezelőtt volt az aranycsapat év. Meghívtak többet. Jó, voltam New Yorktól, Sydneyig, Melbourne-től, jó Isten tudja, Montrealig, és voltam Finországban, és voltam Németországban, voltam Svédországban, Hatvárosban. És akkor, amikor Helsinkibe mentem, kapóra jött a gondolat, hát mondom, az első dolog az lesz, hogy először is kimegyünk a tetszín helyére, és fejet hajtunk.
Hát nagyon kedves, szimpatikus ember volt, Úrkuti Gyuri barátunk, kérem, akkori nagykövet, azt hiszem még most is ő az. Mondom, Gyurikám, következő helyzet, van egy elképzelésem, valami nemzeti zarándok helyet illene alakítanunk, kérlek szépen a közelgő évforduló kapcsán, kérlek szépen itt Helsinkibe ennek a fantasztikus delegációnak. Kitűnő ötlet, támogatlak. És innen indult el a történet. Igen, én nagyon csodálkoztam rajta, hogy ugye általában a magyar-finn kapcsolatokról mindig pozitív hangvételben beszélünk, és ennek ellenére nem sikerült ezt óriási meglepetés volt. Na most egy dolgot tudni kell, politika. Politika. Ott is ugyan a migráció ellenes társaság nyert, de koalícióba a másik négy párt összefogva kérem kiütötték őket, és nem túlságosan, finoman fogalmazok, nem szimpatizálnak túlságosan Orbán Viktor féle magyar kormánnyal. Mert mi teljesen, hogy mondjam, ellentétes irány képvisel. Nyilvánvaló, a világ legtermészetes, Isten áldás ez az ember. Kis Mózesünk, aki kivezette, kérem, kis hazánk, vagy nemzetünket, kérem, itt a Vörös tengerből, kérem, és ilyet nem csinált még senki, a világon se, négyszer egymás után kétharmas többséggel győzött. Hála a magasságos Úristennek. No, viszont Helsinkiben tehát elutasították ezt a tervet. Hát elutasított, nagyszerű. Oké, nem akarjátok, köszönjük szépen, nem erőködünk. Következő állomás Budapest volt. Nem, most Budapestről nem is akarok volt. Budapest szégyengyalázat. Amit Horthy mondott itt, hogy hát hogy mondjam, amikor ugye elérte Budapestet a Nemzeti Felszabadító Hadseregével, kérem, hogy szégyengyalázat Budapest, kérem, népének, mivel, hogy kérem, Vörös, a jó Isten tudjam, a rongyokba ölközött, Szent István, Szent László, kérem, országába, és tényleg hát egy kommunizmus, meg mit tudom, mi tört itt ki, kommunista lázadás, kérem, 1919-ben, Vörösterő, stb. Hát, hogy létezik ez, érted? Na, lényeg a dolognak az, ott semmiféle, tehát maradjunk annyiba, hogy kiválasztottunk ott is egy gyönyörű helyet. A parlament és a képviselőház követ, van a Olimpia Park. Az olimpiai park. Igen, de képzeld, az a történet, az a lényeg a dolognak, hogy a fele az 5. kerületé, Szent György Péter, aki felajánlotta, és tényleg maximálisan támogatta az elképzelésünket, mert egy csodálatos dolog. Ő, tehát 50%-ban meg van felezve. És pontosan az a része, ahol a Melokó kiválasztotta azt a helyet, ami a legideálisabb lenne a csodálatos emlékműnek, kérem, az a rész, kérem, Karácsony Gergelyhez tartott, és azt mondták, nem. No, nagyon fontos, hogy említetted Melokó Miklóst, hiszen ideje korán megtaláltad azokat a segítségeket. Nem, őt kértem fel, azonnyomban igen mondott. Aztán nyilván utána jött Döbrentei Kortnél és Tolcsai Béla. Igen, és a Tolcsai Béla. Tehát a Melokó Miklós szerintem az ország egyik legjobb, egy fantasztikus ember, legjobb szobrásza, kérlek szépen, szobrászművésze, ugye Székesfehérváron is van egy gyönyörű alkotása, minden megye széken, itt Hunyadi Mátyásnak a gyönyörűsége, itt a Ady Endre utcával látható, és őt kértem fel, szerintem a legméltóbb arra, hogy ezt a fantasztikus emlékművet, és halál lelkes, holt lelkes, ízig véri, kérem, sportszerető, és tényleg egy patrióta, na Miklós, képzelj el, kérlek szépen, ugye, meg tudod, hogy 16 aranyérem, 10, ezüst 16-ban. Tehát ezek az emberek valahogy kapjanak méltó, hogy mondjam, hát figyelmességet, vagy méltó, tehát jutalmat. Tehát próbáld valahogy a te módodon, kérlek szépen, ezerszer jobb, vagy tízezer, vagy milliószor jobb, hogy hívják, vagy mint mi, kérlek szépen, gőzünk nincs ennek kapcsán, valami olyat kreáljál, ami tényleg hát mindenkit belehoz ebbe a nagy csoda, nagy csodába, érted? Igen, és akkor 5 percet kipattant az agyából, hogy lesz egy könyv, ami kérlek szépen, hát mészkőből van, maradjuk, vagy majdnem márványból, sütői, azt hiszem, hogy tütői vagyok. Na mindegy, a lényeg az, kérlek szépen, hogy valami ilyesmit képzelt el, és akkor aranybetűkkel be lesznek írva az első helyezettek, a második helyezettek, és tehát az arany, az ezüst és a bronzérmesek. Idők végzetéig ezekkel szépen aranybetűkkel a történelembe. No. Volt szerencsénk ott lenni egyébként a bejáráson, hiszen végül is a Bregyó köz az olimpiai park, ahol annak idején Tombor Pista bácsi a székelykaput, illetve az oszlopokat felállították,
és hát az eléggé elhanyagolt állapotban volt, és ott voltunk a bejáráson, Melokkó Miklós is elmondta az elképzeléseit, ez egy remek elképzelés. Kitűnő? Ugyanakkor a megvalósításnak az alapja nyilván az, hogy Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata is támogassa ezt a tervet. Hál' Istennek! Hol tartunk ebben a kérdésben? Le a kalappal kérem Cserpalkovics András, barátunk előtt, kérem polgármesterünk előtt, ő azt mondta, ki lesz egy kitűnő, nem akar konfrontálódni a budapesti, mit tudom én, polgármesterrel, mondom, hogy semmilyen konfrontáció nem lesz itt, kérlek szépen, ő egyszerűen nem akarja, ennyi. Mi meg kérlek szépen, én úgy gondolom, és meg vagyok róla győződve, azért nem akármilyen társaságba kerül ez a történet, majd idézi a társaság. Egy, Arany Bulla 800 éves, 972-ben Géza fejedelem által lett alapítva, 1050 éves, az a második történet, második ok, hogy miért, harmadik, hát kérem, nemzeti zarándokkal lesz ez. És akkor most jött egy ötletem, kérlek szépen, hogy ugye meg lehetne azt csinálni, meg is kell csinálni, szerintem azt, hogy minden olimpia előtt itt tenni le az esküt. E szobor előtt tenni. Egy kis kanyar csinálva Szent István szobrához. A Szent István síremlékéhez, kérlek szépen. Szarkofágjához. Ez egy remek gondolat. És itt tegyék le mindig, mindenkor. És nem akárkik előtt. Tehát a Puskás emléke előtt, a Gerevi Csaladár emléke előtt, a Keleti Ági Ágnes emléke előtt. Tehát, kérem, azok oda be vannak vésve örök időkre aranybötükkel, gyönyörű szép aranybötükkel. És kérem, innen induljanak el, és az már egy olyan lelki, hogy mondjam, motiváció, ami testi lelki. Tehát ami kérem, ami nem lehet, hogy nem érinti őket, érted? Tehát ezeknek a fantasztikus nagy embernek a szellemisége, nem? Akarateje. De azt megsimogatva erőt meríthetnek, nem? Erőt meríthetnek, és ezzel a hinterlanddal kérlek szépen elindulva tényleg hát diadalra vihetik a magyar színét. A Városgondnokság munkatársai, hiszen ott voltunk, megnézték a terepet, kijelöltétek, meghatároztátok a pontos helyet, és akkor utána jön most már a konkrétan tervezés időszaka, hiszen ahogy értesültünk róla, Cserpakovics András polgármester úrnál jártatok. Hogyne, hát volt egy összehozott, pontosabban összehoztunk kérlek szépen egy ilyen utolsó meetinget, találkozót, ahol minden érintett jelen volt. Minden érintett. Jelen volt a polgármesteri hivatal részéről is, az érdekeltek, Hozai Pista, stb. Kérem, tehát a Városgondnokság részéről is képviseltetve volt. Mindenki, aki számított ebbe, nálunk Melokkó Miklós, akkor kérem a Reneszánsz ZRT-nek a képviselője, vezérigazgatója, aki a kivitelezésbe fog jeleskedni, kérlek szépen, Tolcsai Béla, akit felkértem arra, hogy írjon egy győzelmi dalt, fanfárokkal, káprázatos lesz. Akkor megvan, kérlek szépen, már kész, Döbrentei Kornélnek az ódája. Hát nem akarok elébe vágni, de valami frenetik, óriási, tehát felejthetetlen lesz. És felkértem, a kész is. Le van hozva, kérem, és ugye azt mondták, hogy Cserpalkovics polgármester, András polgármester úr megkérdezte a munkatársait, minden rendben van, kell-e valami részlet még, vagy szükségeltetik valami? Nem, azt mondták, mindent megbeszéltünk, induljunk. Na, egyetlen dolog kellett, megrendelés. Azon nyomban másnap megírtam a megrendelést, két nap múlva megkaptam, elfogadták, és közölték velem, hogy most a hétvégéig, tehát péntekig, holnapig bezárólag küldenek egy ütemtervet, indulunk. Igen, azt szerettem volna kérdezni, hogy, itt van, hogy itt van. Mikor kezdődik a megvalósítása. Hát ütemterv, azt mondták, holnapig megvan, tehát elkészül, elindulhatunk jövő hétfő, jövő kedden is. Ami ebben az ütem, itt pattog a labda. Rendben van. Tehát és mikor lenne a hivatalos átadó? Na most itt van, itt is volt egy, megkérdeztem a Reneszánsz ZRT-t, kérlek szépen. Nekem azt mondtam, Melokkó Miklós, Lajos. Ő is Miklós, a Balogh Miklós, a Reneszánsz ZRT-nek a vezérigazgatója. Hát ők renoválták többek között a parlamentet is, úgyhogy nem túl rossz ajánlólevél. És a Miklós már azt hiszem 20 éve együtt dolgozik velük, tudod? Mondja, kérlek szépen, hogy tehát a két hét alatt a Balogh Miklósék összedobálják. Az ott az értekezetem felhoztam, ez a kicsit azért legyünk, a Miklós, a Balogh Miklós, kicsit mondja a másik Miklós, hogy legyünk reálisak, tehát az nem megy. Két hónap maximum, érted? Maximum, de maradjuk annyiban, hogy legalább kérlek szépen 5 hét, na, legalább 5 hét. És akkor abban maradtunk kérlek szépen, hogy akkor ennyi, de a lényeget, tehát hogy mondom, akkor
most májusban elkezdjük a dolgokat, május elején elkezdjük, hát az másfél hónap nyár közepére lenne kész. Nem jó. Tehát akkor nem lehet, mert azt szerettem volna, titokban reménykedtem, hogy az is sikerül június 4-ére. Tehát ugye Trianon emlékét most igyekszünk ugye úgy átforgatni, keresztül, hogy nemzeti újjászületés éve legyen, és akkor ezt megcsinálni. De itt is van, akkor is nem lett volna, ez nem lett volna ideális a június 4-e, azért, mert többek között Csíksomolyó-Bucsú, tehát az emberek ezerfele mennek. Nem lett volna jó dolog. És akkor jött egy ötletem, kérlek szépen, hogy arról nem beszélve, hogy az iskolások, tehát iskolások, mit tudom, június vége fele már szabadságon lesznek. Csak akkor csinálhatjuk meg, kérlek szépen, amikor az iskolások visszajöttek már. Mert szeretnék rengeteg gyereket, tehát iskolás, középiskolás. Szeptember a cél. Igen, szeptember, és meg a, ne az első héten legyen megállapodtunk, hanem legyen második héten, 14-10, amikor már benn vannak a suliba, és az amennyi iskolás csak lehetséges. Hát övék a jövő, ők viszik tovább ezt a fákját. Hogy fog kinézni a park környezete? Na most ugye a Melokó Miklós úgy álmodta meg, tehát, hogy még tehát egy fél méterre emelkedjen ki ez a történet, ez az emlékmű, szimbolizálva azt, hogy a teljesítményük is hát egyszerűen egészen kivételes. Világos, kiemelkedő. A Miklós megálmodott két-két fát oldal, és egy fát kérdezében oszlopos fenyőnek hívják ezt. Én nem az életben láttam ilyet, de van ilyen, akkor azt mondják. Két fát oldalra, a Melokó Miklósnak az elkezdődik. Mondta, Miklós, ahogy gondolod, kérlek szépen, te vagy ebben a legnagyobb. És kérlek szépen, háta mögött te, és akkor szépen magas. Ez azt jelenti, hogy a tomborféle székelykaput is felújítják. Hogy ne, hát az teljesen tereprendezés. Hogy természetesen, hogy gyerek minden a világon. Hát a középtáv meg az lenne, kérlek szépen, hogy a határon túli magyaroknak is emléket állítani. Például a Kokál, gondolom, hogy biztos, hogy képben Balázs Jöle nevű olimpiai bajnok. Kitűnő, kérlek szépen. Szeretnénk azt is oda tenni, akkor kérlek szépen Karikó Katicának a lányát, kérlek szépen, aki tényleg hát kétszeres olimpiai bajnok evező. Őt is azért ért el oda belehozni. Értem. Csak egy dologról még nem beszéltünk, tehát, hogy székesfehérvári szupersztárunk is van, kérlek szépen, a Helsinki olimpián. Sajnos ott nem jött ki nekik a lépés, Bogár Pál, kérlek szépen, a kosárlabdás. Sajnos ott, hogy mondjam, 9-től 16-ig kellett, hogy játszanak, kérlek szépen, de azért mondom, azért említettem ezt nevet, mert ő volt 1955-ben annak a csapatnak a csapatkapitán, itt megnyerték az Európa-bajnokságot, a Népstadionban rendezett, kosárlabda mérkőzésen a Szovjetunió ellen. Ha mindenki azt hitte, hogy ezeket már beutalják, Vergojansz, Vityeb, Szabarosz, Szibéria lesz a vége, de hála Istennek megúszták, nem lett Szibéria, csak magyar győzelem, és óriási nagy diadalnak számított. Igen, Pali bácsiló, miért tanul megfeledkeztünk? Fantasztikus, láttad őt játszani? Láttam játszani képeken, én láttam viszont, sokszor. És még beszéltem is vele, sajnos ugye már nincs köztünk. Igen. Viszont őt is valahogy belopni viszont oda. Itt vannak a Bogár Pali, a fia és a többieket, nyilvánvaló, hogy nagyon fontos. Meg is lesz szólítva, kérlek szépen. No, tehát ezek a tervek akkor igen, most tehát már ezek meg is csinálnak. Tehát szeptember 14 vagy 15 mindenféleképpen iskolanap. Ez onnan jött az ötlet, kérlek szépen, hogy én 20 éve csinálom az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokságot. Akár felvidéken, akár Erdélyben, akár délvidéken, úgy csinálom, kérlek szépen, hogy teltház legyen a rendezvényeken, hogy szerde csütörtök valamelyikére, akkor matek dolgozat helyett jön mindenki kikére, ordítottak ott minden, hogy úristen, a fránya, kérlek szépen, és boldogok voltak, hogy eljöttek, és akkor utána mondta, hát barom jól érezték magukat, kérlek szépen, mert ha nem akármilyen szintű szórakozást kaptam. Tehát erről szerettelek volna kérdezni a következőkben, tehát ez most kerek az olimpiai emlékmű. Viszont ugye két esztendő kimaradt a diákbajnokságból, a Kárpát-medencéből, hiszen a koronavírus járvány nem engedte meg. Most, tehát akkor az biztosra lehetjük, hogy lesz. Hát már pillanat. Tehát most kérlek szépen márciusban már léptünk. Igen. Márciusban volt kérlek szépen Veszprémben, hát ismerős arcok játszottak kérlek szépen, nem akármilyen, hogy mondjam, hát részvétellel voltunk. Várjál csak, mennyien voltunk? Azt mondja, 260-270-en. Asztalitenisz, kézilabda, sakk, birkózás, irodalmi történelmi vetélkedők voltak. Kérlek szépen, a királynők városában. Óriási nagy, hogy mondjam, rendezvény volt, és tényleg hát egy káprázatos ismerős arcok koncerttel nyitottunk, és akkor fantasztikus versek. Sikerült megnyerni, kérlek szépen, képzeld el, érsek urat, Márfi Gyula érsek urat is,
világ életében kitűnő, hogy hívják, hogy egy pingpongos volt, tartott ott bemutatva. Tehát óriási szenzáció. Hát ez a kezdet, és ez nyilván folytatódik. Hát hogy? Most innen minden a mutatóktól függ. Tehát, hogy engednek bennünket, vagy nem. Megerősít téged, hogy ez rendkívül népszerű lett, mert hogy ez egyfajta küldetés. Ó, hát ez egy misszió, hogy ne? Tehát egy nemzetegyesítő program. Hát ezek az emberek olyan boldogok, érted, hogy az anyaország simogatja őket. Mondom, otthonról hazajöttetek, érted? Mondtam, hogy megfogtuk a kezeteket 20 évvel ezelőtt, míg a világ lesz, el nem engedjük, érted, kezeteket, és ti hozzánk tartoztok, érted? És milyen a helyzet? Tehát itt most a Kárpát-medencéről beszélünk, a határon túli magyarokról, viszont azt mondom, hogy a tengeren túli magyarok között is rendkívül népszerű. Ha hogy? Minden második évben azért jönnek Torontóból, Montrealból, hát Ausztrália, Dél-Afrikából, tehát mindig jönnek azért, jönnek. Most már hála Istennek tényleg az egész világ itt van, és hát nem akármilyen, hogy mondjam, hát kitüntető nekik is, meg számunkra is kérlek szépen, hogy hát látjuk már egymást, érted? Látjuk a torontóiakkal, látjuk a melbourniekkel, melbourni magyarokkal, dél-afrikai magyarokkal, érted? És egymást. Tehát a történelem vihara sok volt sajnos, hogy ide-oda-oda mindenhova, hogy mondjam, hát elvitte kérlek szépen tényleg ezeket az emberkéket, de hát sikerült egy gyönyörű szép csokorba összehozni őket, és boldogítja a dolog kérlek szépen, hogy így módon, tehát egy csodálatos népszerű dologgal, a sporttal kérlek szeretett, tehát sporton keresztül sikerült összehozni. Hát történelmi vetélkedők is vannak, érted? Tehát az, hogy most például tehát a Trianon volt, hát mindenkinek tudni kellett mindent kérlek szépen az előzményekről, a történésről, a következményekről. Hát annak következtében... Ez egy jó út, az Aranycsapat Alapítvány útja. Zárszóként én szeretném megígérni a közönségnek, hogy természetesen folyamatosan beszámolunk az emlékmű építéséről is, és nyilván szeretnénk majd vendégül látni, illetve beszélgetni fogunk Melokkó Miklóssal, Döbrentei Kornéllal és Tolcsvai Bélával természetesen, és hát mi is fogunk még erről szót váltani. Köszi szépen, a legnagyobb szeretettel várunk belőle az első kapavágásra is, kérlek szépen. Ott leszünk az első kapavágáson. Nem kell messze menni, itt van kérlek szépen a városgondolkodás, ott patog a labda. Szeretem, hogyha mindig ott van, másik helyen. Lajoskám, köszönöm szépen, jó egészséget és jó munkát. Köszönöm szépen az érdeklődést. Nincs kétségem felől, lesz dolgotok bőven. Hála magasságos Úristennek, felszállt a fehér füstje. Legyen így. Két év után. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, az Aranycsapat Alapítvány elnöke Kül Lajos volt a vendégem. Arról beszélgettünk, hogy rövidesen Székesfehérváron megkezdődik az az építkezés, amelyik minden idők legeredményesebb magyar olimpikonjainak, a helsinki csodá résztvevőinek állít emléket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!